Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Link Réka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Környezeti nevelés és fenntarthatóság. Nemzetközi konferencia Szekszárdon. Üléseztek Tolnán. Pályázatokról és programtervekről is döntöttek a képviselők. Disznóvágás. Székelyeket, svábokat és felvidékieket is meghívtak Kakasdra. Ünneplés. Sváb bál Bonyhádon. Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2.0 címmel tartott nemzetközi konferenciát a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kara Szekszárdon. Előadott Szili Katalin, aki a fenntarthatóság oktatásának és gyakorlati megvalósításának témáját tárgyalta. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán tartott konferencián Szécsi Gábor dékán kiemelte, hogy a környezeti nevelés és a fenntarthatóság alapvető fontosságúak a jelenkori oktatásban. Beszámolt arról is, hogy az intézmény ennek érdekében egy új mesterképzést indít a következő tanévtől, amelynek középpontjában ezek a témák fognak szerepelni. Elmondta, az új generáció oktatásában pedagógiai reformokra van szükség. A digitális kultúrában felnövő nemzedékeket már másképpen kell tanítanunk. Nagyjából úgy kell őket tanítanunk, ahogyan tanulnak az iskolán kívül is. Ezek olyan tanulási sajátosságok, amelyeket be kell építeni a pedagógia gyakorlatába. A reformpedagógiák sok-sok éve kitűnő mintát kínálnak arra, hogy hogyan hangolódjunk rá az új nemzedékek tanulási sajátosságaira. Eljött az ideje annak, hogy ezek a reformpedagógiák ott legyenek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban, úgy, ahogyan a skandináv államokban is. Szili Katalin úgy fogalmazott, a Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tölt be a fenntartható fejlődés területén. Kiemelte, a fiatal generáció rendszeresen kifejezi aggodalmát a környezeti károkkal kapcsolatosan, ezért több tudást és több információt is igényelnek ebben a témában. Igen, és egy-egy területen... Tehát itt a Dél-Dunántúli térségben legyünk ennek a motorjai, és segítsük azt elő, mert ha ők minél több ismerettel rendelkeznek, annál többet fognak tudni megtenni a saját területükön, hogy ne az az elanyagiasult világ legyen számukra fontos, ahol ugye most már megkülönböztetést szoktunk tenni, hogy van a jólét, ami a többé válnit jelenti, a jól lét az pedig a jobbá válni. A konferencián kiemelt figyelmet kaptak a környezettudatos életmód oktatásának módszerei, valamint a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kérdései. Tolnaváros képviselőtestülete idei első ülésén 33 napi rendi pont esetében hozott döntést. Ezek között volt többek közt a településtervfejlesztés, a város kulturális stratégiájának elkészítése, valamint rendeletek módosítása. Azonban a 2023-as eredmények értékelése is meghatározó szerepet töltött be. Tolnaváros képviselőtestülete több fontos ügyet tárgyalt januári ülésén. Ezek közül kiemelendő a polgárőrség anyagi támogatása, amit a város a korábbi években is biztosított számukra. Ami nagyon örömteli, az az, hogy egy nagyon jól működő polgárőr egyesület van itt a településen, és évről évre anyagilag is támogatjuk ezt az egyesületet. Most valamennyivel nagyobb összeget kértek, mint a korábbiak, de a képviselőtestület egyhangban úgy döntött, hogy a működésükhez szükséges 1,5 millió forintot biztosítjuk a számukra. A felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatása továbbra is célja a testületnek, így szemeszterenként egy diák akár 200 000 forintot is megpályázhat a Tolnai Tudásért ösztöndíj program keretei közt. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a város közvetlenül ír ki pályázatot a felsőoktatásban tanuló diákoknak, hallgatóknak, és úgy döntöttünk az elmúlt testületi ülésen, hogy szemeszterenként 2 millió forint, tehát összesen 4 millió forinttal támogatjuk a hallgatókat, és egy hallgató szemeszterenként maximum 200 000 forintot kaphat. Továbbra is folytatja a város a közvilágítás fejlesztését. A lámpatestek korszerűsítése után a korábban fényforrásokkal még nem ellátott területekre került a fókusz. A műszaki előkészítés felmérése már zajlik. Vannak olyan területei a városnak, ahol jelen pillanatban nincs közvilágítás, úgyhogy azokat mértük fel, és a korábbi akár lakossági jelzések, akár itt a hivatalban, hogyha valakinek észrevétele volt, hogy a képviselőtestületben
akkor most arról döntöttünk, hogy ezeket műszakilag előkészítetjük. Tehát ide kell egy szakember, aki eldönti, hogy csak fel kell tenni egy új lámpatestet a már meglévő oszlopra, vagy esetleg meg kell terveztetni oda a közvilágítást. A Tolnaváros önkormányzata kitüntető díja is technikai változáson esett keresztül. Elsősorban a díjazottak körének kibővítése kapott hangsúlyt. A közalkalmazott, köztisztviselő státusz egy kicsit megváltozott, hiszen jelen pillanatban közalkalmazott csak a bölcsöde és a családsegítő központ dolgozói tartoznak még közalkalmazottként, dolgoznak csak közalkalmazottként. Ugye a pedagógusok és a kulturális központ dolgozói már nem közalkalmazottak, más jogviszonyban foglalkoztatottak, de hát szeretnénk is őket, szeretnénk lehetőséget megtartani arra, hogy a jövőben őket is ki tudjuk tüntetni. És egy picit kibővítettük, tehát a rendvédelmi dolgozókkal, egészségügyi dolgozókkal is. A Tolnai Közjóért kitüntető díjat a városnapi ünnepségen osztják ki. Ezek mellett a képviselőtestület számos más fejlesztésen is dolgozik. Most rövid híreink következnek. Január 28-án és 29-én ismét sztrájkolt a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet. A munkabeszüntetés Tolna vármegyét is érintette. A helyi és helyközi közlekedésben is számos járat érintett volt. Korábban a Volánbusz a sztrájkot indokolatlannak nevezte. Tájékoztattak, hogy a MÁV Volán csoport vezetése idén már két alkalommal tárgyalt az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-2026-os 3 éves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25%-kal növekedne. Az elmúlt hétvégén is több esetben riasztották Tolna vármegye tűzoltóit különböző műszaki mentésekhez. Árokba hajtott egy személygépkocsi szombaton hajnalban Zomban. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanítást végeztek. Egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött pénteken délután Kéty belterületén. A szekszárdi hivatásos és a kéti önkéntes lánglovagok vonultak a helyszínre és áramtalanították a járműveket. Megtörtént a Kalocsa-Paks új Dunahíd utolsó elemének pályalemez betonozása, ezáltal a 946,2 méter hosszúságú 10 támaszú híd 3 részből álló szerkezete összezárult, számolt be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az új Dunahíd kivitelezésének köszönhetően Kalocsa és az M6 autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő a korábbi 55 percről hozzávetőlegesen 15 percre csökken. A kivitelező az új híd alépítményei és felszerkezetei készítése során közel 28 000 köbméter betont épített be, az összeszerelt acélszerkezet súlya pedig meghaladja az 5000 tonnát. Székely, Sváb és felvidéki disznóvágást rendeztek Kakasdon. Az eseményt idén 22. alkalommal tartották meg a településen. A programra 4 testvér településről érkezett delegáció. A székely, sváb és felvidéki disznóvágás már több évtizedes hagyománynak számít Kakasdon. Reggel a vendégek köszöntése után leszúrták a disznókat, majd a különböző szokásoknak megfelelően feldolgozták a húsokat és tölteléket készítettek. Selné Simcsik Orsolya úgy fogalmazott, az esemény jelentős Kakasd számára. És úgy működünk ezen a napon, mint egy nagy család, tehát közösen dolgozunk, és azt gondolom a mai időkben ez egy nagyon fontos, sokszor fontosabb, mint egy-egy nagy horderejű döntés. A másik szempontból ez egy hagyományőrző disznóvágás. Kakasdon is egyre kevesebben vágnak disznót, földolgoznak fél disznót, vagy éppen betöltenek húsokat, de maga a disznóvágás is lassan hagyományőrzésnek számít, hát még ennek módja. A polgármester azt mondta, fontosnak tartják, hogy a kialakult testvértelepülési kapcsolatokat folyamatosan őrizzék, ápolják. A német vendégek Radiborból érkeztek. A sváb módszer szerint a disznót teknőbe forrázzák, aztán rémfára akasztják. Ezt követően megtisztítják, majd feldolgozzák. Alapjában az, hogy disznó kell hozzá, forrázott teknő, rémfa, de azon kívül ugye ma már sokkal egyszerűbben, mert van gázperzselő,
van elektromos daráló, stb. Stb. Tehát könnyebb a feldolgozás. Még a vízmelegítés, ugye gázzal lehet fűteni, melegíteni, tehát egyszerűsödött sokat. A székelyek leszúrás után először szalmával beterítve perzselik az állatot. Kakasd székely testvér települései Csíkfalva és Maroskeresztúr, azon belül is Székelykakasd. Bota Dániel is erről a külhoni településről érkezett. Kikapcsolat kialakulása óta ők is ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, és megragadunk minden alkalmat, hogy találkozhassunk. Úgy itt, mint otthon, Székelykakasdon. Maga a predesztináció is összehozta ezt a közösséget, mert úgy kerestük meg egymást, hogy mivel hogy 600 kilométerre vagyunk, és rájöttünk, hogy itt is van egy kakasd, ott is van egy kakasd, kettő van a Kárpát-medencébe, és megragadtuk az alkalmat, és kialakítottuk ezt a kapcsolatot. A szervezők szeretnék az eseményt még hosszú éveken keresztül megrendezni, annak érdekében, hogy tovább tudják ápolni a hagyományokat. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Február közepéig mindenki megkapja a tavaly jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek alapján ellenőrizhető a személyi jövedelemadó bevallási tervezet és a pénztárakba befizetett összegek után járó adóvisszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, azokat az elévülési idő végig meg kell őrizni. A hétvégén újraindulnak a labdarúgó OTP Bankliga küzdelmei. A Paksi FC az élről várja a folytatást, egy ponttal előzik meg a közvetlen rivális Ferencváros gárdáját. A Tolna vármegyei csapat törökországi edzőtáborban készült a tavaszi szezonra. Február 4-én, vasárnap, a Puskás Akadémiát fogadják hazai pályán az NB1-es pontvadászat 18. fordulójában. Bonyhádon Schwabát rendezett a Német Önkormányzat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. Nagy volt az érdeklődés, hiszen rendkívül gyorsan elkelt az összes jegy. A több évtizede nagy sikerű Schwab bál a megszokott módon a Művelődési Központ színház termében a Kránclány Néptánc Egyesület és a Német Nemzetiségi Kórus műsorával kezdődött. Ezt követően a közel 400 bálozó házon belül két különböző helyszínen mulatott a Platin zenekar, illetve a Forte zenekar számaira. A Bonyhádi Németségnek nagyon fontos a Schwab bál, minden évben erre nagyon-nagyon készülünk. A Bonyhádi Német Önkormányzat tagja és a kicsik tánc oktatója mindig örül, amikor a bálban találkozik a barátaival, és jól érzik magukat. Ezek nagyon jók szoktak lenni, ezek a svábalok. Én már nagyon régóta járok, most már 4 éve sajnos egyedül, mert elveszítettem a férjemet, de előtte együtt jöttünk mindig, én szép népviseletbe, és a férjem is mindig jött a léderhózéjába. És nagyon jókat táncoltunk, mindig két zenekar van a Schwab bálban, most a Platin és a Forte zenekar játszik, a Forte zenekar Bonyhádi, ők egy picit ilyen fiatalosabb zenét is fognak majd játszani, mert ugye sok fiatal is van a bálban, a Platin zenekar meg ők inkább a Schwab zenekedvelőinek fognak majd talpalávalót húzni. Ilyenkor a bálban mindenki úgy érkezik, ahogy szeretne, csinosan, kényelmesen, van, aki népviseletbe, elég sokan szoktak jönni népviseletbe, és mindenki hozza a kis batyuját. Jenei Józsefné megalakulása óta tagja a Német Nemzetiségi Kórusnak. 43 éve erősíti a csapatot énekével. A kórus egyébként egyidős ezzel a művelődési házzal, mert a művelődési házat is akkor adták át, amikor a kórus alakult, úgyhogy most már, ha minden jól megy, akkor 2 év múlva már a 45. születésnapja lesz a kórusnak. Az ELTE tanító és óvóképzős karán most végzős Szabó Anna Lili a tanulás és a munka mellett Schwab táncot is oktat Budapesten. Fontosnak tartja ezt a kultúrált életben tartani. Körülbelül már 15 éve táncolok,
nem indult olyan egyszerűen, mint mindenki másnál. Én óvodában is táncoltam, aztán egy kicsit elment tőle a kedvem, majd aztán alsó tagozatban újra kedvet kaptam hozzá barátaimnak a biztatására, és akkor újra csatlakoztam a Kranzlein néptánc csoporthoz, néptánc egyesülethez, és azóta is nagyon nagy kedvel és szívvel járok ide. Most már 2 éve táncoktatói papírom is van, úgyhogy most már nem csak mint táncos vagyok tagja az egyesületnek, hanem mint táncoktató is. 2 év múlva lesz 45 éves ez a nagyszabású rendezvény, így a kórus is, illetve a művelődési központ is. A bonyhádi németek folytatják hagyományaikat, de a kerek évforduló alkalom lesz egy rendhagyó és különleges ünneplésre is. Regionális híreink következnek. Útfejlesztések Nyugat-Baranyában. Előnyöket, lehetőségeket hoznak a beruházások. Adomány. Használati eszközöket kaptak a Boglárka lakás otthon lakói. Sérült őzikék Indonéziából mókusok költöztek új otthonba. Új és mentett állatok a Munch Ranchnél. Fejlődési lehetőséget biztosít a nyugat-baranyai térségnek a közlekedési úthálózat fejlesztése. Erről beszélt stábunknak a terület parlamenti képviselője a héten. Nagy Csaba kiemelte, hogy Szigetvár és a környező települések lakóinak könnyítik meg az eljutást Pécsre, illetve Kaposvárra. Így növelve esélyeiket például a munkavállalásban. Egyeztető fórum az M60-as további építéséről Szigetváron, ezen a korábbi felvételen. A terület országgyűlési képviselője azt mondja, jó hírekről tud beszámolni a közlekedési fejlesztésekről, amik Nyugat-Baranyát érintik. Az M60-asnak a tervezett építése Szigetvár irányába nyomvonal szempontjából, a tervezés szempontjából ugye elkészült. Itt már van egy engedélyes szintű terv, ahol a környezetvédelmi engedélyt már megszerezte a nyomvonal, és az elmúlt évben arról számolhattunk be, hogy elindult egy közbeszerzési eljárás, amelynek a tartalma szerint a szerződés aláírását követően 750 nap áll rendelkezésre a tervező csapatnak, hogy az M60-as út Szigetvári csomópontja és Kaposvár között megtervezzen egy autóutat. A nyomvonal kijelölésénél figyelni kell a környezetvédelemre, illetve a helyiek véleményére is, ezért hosszabb ez a folyamat. Végül a környezetvédelmi hatóság jóváhagyása kell majd. Utána kezdődhet az építési munka, ha a pénz is rendelkezésre áll. Ez biztat minket abban a vonatkozásban, hogy az M60-as autót, minek utána majd elkészül a Mohácsi Dunahíd, illetve elkészül az M6-os, és lehetővé teszi az ország gazdasági helyzete, az építés szempontjából el tud indulni, és most már tervezzük a következő szakaszt, hogy ezt az utat, az M60-ast, illetve Szigetvárt és Kaposvárt hogyan tudjuk összekötni. Nagyon fontos dolognak tartom azt is Baranya szempontjából is, hogy ne csak a megye szigorú határainál fejezzük be a gondolkodásmódot. Hiszen a közlekedési fejlesztéssel újabb lehetőségek nyílhatnak meg a baranyai embereknek, mondja a képviselő. Baranya megye északi részén, nyugati részén érőknek nagyon fontos az, hogy ne csak a megye székhelyen Pécs mellett legyen gazdasági övezet, illetve új ipari park, hanem Kaposvár mellett is, és ez a tervezési szerződés azt is tartalmazza, hogy a Kaposvár a délkeleti részén megtervezésre került ipari park és bekötésre kerül majd ebbe az autóútba, úgyhogy bizakodó vagyok abban, hogy a következő ciklusokban ezek a fejlesztések el tudnak indulni, és sok-sok munkahelyet tudunk teremteni, mind Baranyában, mind Somogy megyében. Nem csak a pécsi belvárost elkerülő Pécs kelet-nyugati átjáró út megépítéséről született kormánydöntés tavaly nyáron, hanem arról is, hogy megépül a Szigetvár és Kaposvár közötti gyorsforgalmi út. Az országgyűlési képviselő szerint Dél-Dunántúl és Nyugat-Baranya fejlesztése céljából ez egy kiemelt észak-déli közlekedési folyosó, összeköt minket a Balaton régiójával. Rollereket, trambulint játékokat és több krímát is kapott a balatonboglári Boglárka lakás otthon, ahol jelenleg 10 gyerekről gondoskodnak. A Dél-Balatoni 4x4 terepjárós egyesület a karácsonyi felvonuláson gyűjtött a lakás otthon számára. A kezdeményezéshez a Lions Club is csatlakozott.
A Boglárka lakásotthonban jelenleg 10 nehéz sorsú kisgyerekről gondoskodnak nap mint nap. A fiatalok innen járnak iskolába, óvodába, és itt kapják a legtöbb szeretetet is. Nekik gyűjtöttek a decemberi karácsonyi traktoros felvonulás résztvevői. Ugye a maga felvonulás az negyedik alkalommal volt. A második alkalommal volt az, hogy egy ötlet alapján kitaláltuk, hogy támogatunk valakit, és ennek megfelelően mi, akik felvonultunk, illetve azok, akik hallották, hogy mi gyűjtünk, azoknak a hozzájárulásokból születettek ezek a felajánlások, ajándékok. Az egyesület rollereket, trambulint, játékokat és klímát is vitt a lakásotthonnak. Utóbbiakat az egyik helyi vállalkozó ingyen szereli majd be. Ugyanakkor szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez a Lions Club is. A szervezet is számos alkalommal segített már rászorulóknak. Alapvetően a rászorulókat ezért vagyunk. Csinálunk például ősszel az első éveseknek lellén szemszűrést, fogászati szűrést és hallásvizsgálatot. Azért ők, hogy rögtön kiderül, hogyha egy gyerek bemegy az iskolába, milyen problémái vannak, nehogy az legyen, hogy azért ne tudja jó jegyeket szerezni, mert nem látja vagy nem hallja azt, amit kellene. Nemzetközi rajzversenyt tartunk most már jó pár éve szintén az ottani gyerekeknek. A Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ összesen 900 gyereket gondoz. Közülük többen élhetnek lakásotthonban. Somogyban ebből kettő működik. Az intézményvezető azt mondja, mindig jól jön a jó szándékú segítség, hiszen hatalmas örömöt tudnak szerezni a gyerekeknek. A gyerekeink mindennek örülnek. Annak ellenére, hogy a Református Szeretett Szolgálat, mint fenntartó, mindent biztosít, minden szükségletét biztosítja azoknak a gyerekeknek, akik a kötelékünkben élnek, és itt az otthonainkban. Ettől függetlenül a gyerek mindig örül az újnak, és mindig jól jön, hiszen ha valamit kapnak a gyerekeink, tárgyi eszközöket, mert hogy ezek elhasználódnak, leamortizálódnak, és a gyerekek nagyon szeretik az újat, nagyon szeretik a játékokat, úgyhogy ennek mi határtalanul örülünk és nagyon köszönjük. A legbátrabbak az adományozás alkalmával az egyik karácsonyi díszekbe felöltöztetett traktort is kipróbálhatták. Új állatok érkeztek a Munch Ranchhez. A Pécs határában működő mini állatkert és állatotthon több új lakóval is gazdagodott nemrég. Többek között sérült őzikék, mókusok, Husky kölykök költöztek új otthonukba. Az állatok napi gondozása, ellátása komoly feladat az alapító tulajdonos számára. Stábunkkal a Munch Ranchnél jártunk. Egyre népszerűbb a Munch Ranch. Ide távoli országokból is ellátogatnak az állatszerető emberek. Egy nemzetközi természetvédő magazinban is szerepelnek majd februárban. A folyóirat fotósai ugyanis ellátogattak a pécsi állatmenhelyre. Az utóbbi időben több állat érkezett hozzájuk, vannak mentett állatok és tervezett új lakók is az elmúlt időszakban, mondta az alapító tulajdonos Fejes Rózsa. Többek között érkezett Orkó, ő egy Mastino Napoletano 5,5 hónapos kölyök, Simba, ő egy 3 hónapos husky gyerek, két indonéz prevost mókusunk érkezett, Dolce és Gabbana, illetve hát ugye ti még az őzikénkkel sem találkoztatok, Szofiával és Oszkárral, hát ugye mindegyiküknek, mint az itt lévő gyerekeknek, mindegyiknek megvan a maga-maga története. Orkó szerencsére nagyon jó helyről került hozzánk, a Del Vesuvio a kennelből került ide, törzskönyvezett, nagyon jó vérvonal rendelkező Mastino baba. A 3 hónapos kis huskynak már rázósabb a története. Karácsony napján, december 24-én érkezett a Munch Ranchhez. Vele még vannak gondok, nem a legjobb körülmények között került hozzájuk, tette hozzá Fejes Rózsa. Közben azt is megtudtuk, hogy kiválóan érzi magát az a fiatal őzbak, amely kutyaharapástól vesztett el egyik fülét még tavaly. Ami viszont meglepő, kiváló barátságban van a menhelyen élő kutyákkal. Az őzikéink szintén a mentetteink közé tartoznak. Láthattátok, hogy Oszkárnak, az őzbakunknak hiányzik egy fülecskéje. Őt sajnos kóborkutyák megtámadták a fülét, ezt leszakították neki az odaveszett. Szofia az ős után viszont ennél sokkal rosszabb olyat. Őt véletlenül fűnyíró traktora bedarálták, és annyira súlyosan roncsolódott, hogy ő az egyik hátsó lábát elveszítette, őnek egy lábacskája hiányzik. Ugye Aratás környékén nagyon-nagyon sok őz szenvedélye sérüléseket. Legtöbbiket ott szokták hagyni a sorsára elpusztulni, viszont aki őt véletlenül
fűnyírórval elütötte, annyira megsajnálta, hogy nem volt szíve otthagyni, és addig ment, amíg meg nem talált minket, akik befogadtuk őt, és ugye vigyáztunk rá, meggyógyítottuk, és azóta velünk van. Két mókus is érkezett Indonéziából. Nagyon különlegesek, a királymókusok egyik alfajához tartoznak. Amikor megérkeznek az állatok a menhelyre, mindegyik karanténba kerül. A karantén vége lejárta után viszont megkezdődik ugye nem csak az a fontos, hogy testileg meggyógyuljanak ezek az állatok, hanem a lelki rehabilitáció is nagyon-nagyon fontos. Utána kezdünk el, illetve kezdek el a lelkükkel foglalkozni, hogy megtanulják azt, hogy most már nem kell félni, itt nem lesznek bántva, itt biztonságban élhetnek igazából életük végéig. Az itt élő állatok gondozása, élelmezése és orvosi kezelése sok pénzt emész fel, ezért minden nemű támogatást szívesen elfogadnak. Az 1% felajánlásokat is nagy örömmel várják. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Környezeti nevelés és fenntarthatóság. Nemzetközi konferencia Szekszárdon. Üléshesztek Tolnán. Pályázatokról és programtervekről is döntöttek a képviselők. Disznóvágás. Székelyeket, svábokat és felvidékieket is meghívtak Kakasdra. Ünneplés. Sváb bál Bonyhádon. Kedden az ország legnagyobb részén folytatódik a derült, napos idő. Néhol azonban tartósabban megmaradhat a reggelre képződő köd. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet körülbelül 4 fokkal az átlagos fölött alakul. Friss híreinkkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!